Episode 9, Wake Up the Pendulum with Music. Which means, unfortunately, that the first time this was ever released, they didn't add any music. Someone had a deadline to meet. Why are we wearing different clothes? I know the real reason I'm joking, erősödik a paklim. Mi van? Bézi legyőzésével erősebb lett. Ha pedig téged is legyőzlek, elég erős lesz Bence ellen is. Sure you will. Bencevel már nem fogsz játszani, mert én legyőzlek. Oh, but Ben is the closest thing we have to a main character Rendben. Right now. Rendben. Én kezdek. Megidézem most a képzményben. A képességével keresek egy fortress a kezembe. Aztán lefordítok két napot. Te jössz. Jövök. How do you always start with this guy? Girl, thing. És egy Light and Darkness of the Burning Abyss. Mivel Graf kilent a temetőbe, ezért a paklimból hívok egy Rubikot. A Millen Cid pedig visszahozza Grafot a temetőből, a két lény ciklózom, és lehozom Virgil, Rockstar of the Burning Abyss. Aztán a Virgil képességét, kinyomom Skyret a kezemből, és visszaküldöm képfrémet a paklimba. Well, fuck! Aktiválom a Fingish Chain, ezáltal megállom Virgil képességét, és nem is támadhat! Fingish Chain, nem baj. Tartja, üsd a képfrémet! Where is my MST? Okay, what's going on here? Okay, I'm going to get a fucking way to go on. And Dante's in defense. Nehogy azt hitt, hogy csak a te paklit fejlődött. Aktiválom a lent lévő csapdámat. Girgia Gear, aminek a hatására hozhatok két hármas szintű Girgiát a deckből. A csapdalap hatása miatt a szintjük megnő egyel. Overlay-elem őket és megnézem Girgigant X-et! Aktiválom a képességét, leveszek alulra egy materiát, és keresek egy keyframe-et a kezembe. Not bad! Megidézem masina keyframe-et! Utána az idézésre csinálok egy kagetokagét, szintén megidézek! Azt hitted csak masin szörnyeim vannak? Van egy új szörnyem, aki egy sárkány. És aki most végez! Dragon! Megidézem az új szörnyemet! Dark Rebellion! X-Kid Dragon! Micsoda! Aktiválom X-Kid Dragon képességét, leveszek alulra két materiát, és lefelezi Virgil támadópontjait. Az elveszett támadópontokat pedig megkapja a sajátjaihoz. Utána kirobok egy megaformot a temetőbe, és megidézem Machina Fortress! X-Kid Dragon, támad Dantét! Kibetic defense. Girgigant, támad Virgilt! This destroys Phoenix Chain as well. Machina Fortress, üsd direktbe! Graveyard effect, the Phoenix Chain can't stop it. Úgy látom, megleptelek. Nem gondoltad volna, hogy ilyen erős vagyok, igaz? Jöhetsz. Nincs! Again? Mi? Dark Armored Dragon? Nem baj, számoltam vele. Ezzel csak három napot visszakadom. Egy dark szörnyet a temetőből, és elpusztítom a drágalátos X-Kid Dragonodat. Yeah! X-Kid Dragon! If you saw it coming, then why are you surprised? Elpusztítom Girgigantot! Nem baj, ő visszahozhat egy Girgia szörnyet a temetőből a térfelemre! Kivarok még egyet, és megcélzom most a Fortress! Fortress effect activates, which is caused by car effects. Nem baj, mivel Fortress képességet céloztat, ezért megnézhetem a kezedet és egy lapot eldobhatok! Nem lesz könnyű, de válasz nyugodtan! Mirror Force. A fenébe túl sok jó lapja van. Mirror Force a legerősebb, de azt általában mindig a legerősebb. Azután a legerősebb tour guide. Ha eldobatom, igazodod egyet, hogy bottani a Dark Armored-del, de legalább nem idéz két szörnyet. Rendben, tour guide-ot dobom ki! És így keresek a paklimból egy másikat. Where in Light and Darkness the fucking ritual spell is used right? You got a ritual spell. Megnéz a matematizőn. A képességével kidobok egy skármat a temetőbe. Matematizőn, támad direktbe! Ow. Dark Armored Dragon, te is támadj! Like how it comes out of his eyes. I'm a firing my lasers!
Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, ezért megidéztem speciálisan Cyberdragon! Mivel számítottam Dark Armored Dragonra, a saját szörnyeddel foglak kivégezni. Aktiválom a Snatch Steel! God damn it! This is when Snatch Steel was still legal! Egész jó! Ha? Minek vetted át, mikor úgy sem tudod használni a képességét? Valamit elfelejtesz! Egy Dark szörnyem éppenséggel akar! Oh, fuck, that's az right. Escape Dragon, amit elpusztottam! Aktiválom Dark Armored Dragon képességét! Kivonom Escape Dragont a temetőből! Hiszem benne, hogy mindig a Mirror robban! Elpusztítom a bal oldali szetedet! Cyber Dragon, támad Matematician! On this earth, we always destroy the Mirror Force! Matematician miatt hozok egy napot! It's becoming a running gag! Dark Armored Dragon, támad direktbe! But now Snatch Steel will give him 1,000 life points. Jöhetsz! Eljövök! És most kapok 1000 életpontot a Snatch Steel miatt! Köszi! Jöhet a szokásos! Blackbuster Soldier, támad Dark Armored Dragon! Shit! És mivel újra támadhat, Blackbuster, végezti Obis! Ez a pakli sem ért! No catchphrase for you! Like a check went flying, still. Most már elég erős a pakli. No, Obis, your deck is not a piece of shit! It's Cyber Dragons, of course they fall down at the slightest gust! So do my boxers! That sounded weird. Obis az rohanta! Felesleges! Már őt is legyőztem! Ez lehetetlen! Hogyan? Minden legyőzött ellenféle erősödik a paklim. God damn it! Most már neked sincs esélyed ellenem! Azt majd meglátjuk! Yes, my instincts aren't supposed to be in there, that makes it stronger! Cause if we all know, machines work well for fiends. Fuck, what boy! Like Black Lives Matter soldier, I can make an argument for, but I'll... But just like Cyber Dragon, just like, I don't think they fit that well. Vagyis, akárhányszor elpusztul egy szörnyem, mindig húzhatok egy lapot. Majd szetelek még kettőt, legyen defensív szörnyem, és teljes. Right, this is the one with music. Where's the music? Legyen túlzágot, irányolgom elég lapot. Kicsinálom, hogy a csatéba, hogy minden a három lapot. Grafiat jöttem. This guy's kicking ass and taking names. Megugodik egy három szintű tunel. Összeszintelezem őket kárral, és így lejön egy hatos szintű Virgil. Virgil képességével kirobok egy kártyámat, így visszatérve a pakikba a szetelt szörnyedet, majd kártyám képességem még pedig felestem a lapot is. Ne olyan hevesen! Probably Mirror Force. Aktiválom a Breakthrough Spirit, vagyis negálom Virgil képességét. Which means it goes to the grave instead. Támadj meg a szetelt szörnyed, Virgil. What's the sound effects for still there? Csillan volt az. Aktiválom a Young Big Creation, vagyis speciálisan megidézem Pian, Csiven miatt Tautert, és Supri miatt húzhatok egy lapot! Tante, üzle, Tautert! Elpusztult Tautert, érdekben speciálisan leívhatom Suárnit, valamint a temetőből viszont speciálisan Csiven is! Skár miatt kapok egy szolgálat a papuggal a kezembe! És jön! Én jövök! This is why Tour Guy was brought down to level 1, people. Because a 3, it's ridiculous. That's strong. Mivel Boxiához Bian-t használtam, így nem pusztulhat el csatában. Valamint Suanit itt kap 500 támadó és 500 védelmi pontot. 3300. Akkor most Boxia képessége. Mivel 3 fő attribútumú szörnyet szinkroztam össze, ezért visszaküldöm Dante-t és Virgil-t. It's only got Virgil, not Dante. Akkor kezdjük. Megidézem Yatut. Boxian képességével le is robbantok a temetőből, speciálisan megidézem Suanit. A Supriscord miatt húzhatok egy lapot, a csapdalap miatt pedig a pakliból megidézek egy Bian. És ha ilyetről elpusztult,
megidézem a pakliból a második csüvent is. Összeszinkrozom őket, és az idézett lényem ugyanúgy nem pusztul a csatában, és kap 500 támadó és védelmi pontot. És akkor, itt van a régi nagy kedvencemet, Red Dragon Ash Findet! Red Dragon Ash Find, Baxia, támadjatok direktbe! It's hurt like holy hell. 1700 attack already. Oh, so it wasn't a 33. So that was with the power boost already calculated. Yeah. Got it. Fuck! Nem baj. Supliscord miatt húzhatok egy lapot, a Creation miatt pedig a pakliból lejöhet Dixi, és a temetőből pedig Chivel a pályára. Most pedig lehívom a barátod lapját. Mivel neked van szó, hogy neked pedig mi? Fuck! És speciálisan megidézem Cyberdragon. Cyberdragon? De hát ez Obis lapja. Hey, Steel, I borrowed that ass. Really? I stole Obis' card? You're one to talk, Mr. Yang Zing? Oh fuck, it's Prez's favorite card. Miatt pont 3 dászlóval a temetőmben, és speciálisan megidézem Darker Medragon. Not again! Now you can't get pluses anymore. Now you're wide open. Ow! 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 What's the LP? 300. Sounds about right. Ain't no time for game. Yeah, könnyen. Nem adom fel. Jöjjenek. Yeah, I mean, holding back on them for some reason. Mivel a Yang Zing szörnyeim megtették, amit meg kellett, így kiátszom a Yang Zing pátot, vagyis visszakeverek 3 Yang Zing szörnyet a temetőmből, és húzhatok 2 lapot. Kiátszom a trading, kidobom Galaxy S-Photon Dragont, és húzok 2 lapot, majd kiátszom a Vanforban, kidobok érte egy szörnyet, és lehívom Galaxy S Cloud Dragont. Feláldozom Cloud Dragont, így a temetőből visszajön Galaxy S Photon Dragon. Majd kiátszom a Galaxy Expedition, így a pályára hozhatok védőbe egy másik Galaxy S Photon Dragont a pakliból. Majd mentelesen kiátszom Soldier, amiatt a kezembe vehetek a harmadik Galaxy S Photon Dragont. Majd a két védőszönyön feláldozom, és így lehívom Galaxy S Photon Dragont. És... Aktivál Flying Seat, hogy megidőzök a térfeledre. Fuck. Now you can't exceed summon. Addig nem exceed summonolhat. Micsoda? Nem X-t számonolhatok? Ennyit a taktikádról. Nem bajattam, még elpusztítom a főbb szörnyeidet. Galaxiáz, üsd ki Dark Armadragont! Másik üsd ki Virgilt! That's all I can do now. Szetelek 2 lapot, és te jössz. Rendben, ide, lefejezd. Flying Sea, the weaker of the sea cards. Oops. Obis azt mondta, ez a lap neki nem ér semmit, de azért nekem tetszik. Fuck! This is a ballsy maneuver. És hogy teljesen a kör. Kivonom Cyberdragont és Dark Armadragont, és lehívom BZ Blacklaster Soldier-jét. Ez az egyik Photon Dragonnak a ucsics képessége, Blacklaster kivonja a másikat. Why did you remove the one with the effect negated? Támad a Galaxy S Photon Dragon, és üsd ki Bence. Állj! Aktivál a shiftet, így a Cyberdragonot a Flying Seed fogja támadni. Bye. Nem baj. Cyber Seed, üsd ki a Galaxy S. Állj! A kezemből aktiválom Galaxy Tyrannót! Uh-oh. Egyből le is hívom speciálisan, mivel nincs a pályán Flying Sea, ezért azonnal X-idelem is őket, és megidézem Ember 62 Galaxy S Prime Photon Dragon. Aktiválom a képességét, leveszem alól a Tyrannót, és így kap 1600 támadó pontot. Vagyis a két támadó pont megegyezik egymással. Nekem még mindig van egy Dante! Véget van! Állj! Aktivál a Tajon Chaos Volt! Mivel elpusztult a szörnyem, ezért kivonom Dantét! Now you can't sack anymore, because he is black, that's a soldier! Overborn! Milyen ironikus, hogy Obis napja miatt kapsz ki. Pedig ő megmondta, hogy ez a lap sem ér semmi. Darabon is not a piece of shit. It's just a very ballsy maneuver.
So in the end, technically, Obis beat the bad guy. I lost, but I still won. Where will be your master come out? Congratulations, they overheard everything. Oh, you know who that means. Igen, mentsz, jól sejtettük. Itt vagyok, hogy I'm not wearing a Bluetooth headset. Le tudod győzni egyedül? Felkelni sincs erőm. Olyan régen játszottam már, hogy jó lesz egy kis gyakorló meccs. Nyugi, le fogom győzni egyedül is. Sok sikert! Vigyázz magadra. Well, it's an original design. Not a threatening one, but it's an original design. Így volt. De mivel a barátaimnak szüksége van rám, nem hagyhatom abba a játékot. Obis elbukott Bence ellen. Nem hiszem el. Mert csak te vagy az, akivel egy szinten van és képes harcolni ellenem. De úgy is győzni fog. Én is így gondoltam. Visszaküldelek oda, ahonnét jöttél. Semmit sem értesz. De ahogy megtapasztalod a Pendulum szörnyek erejét. Mi van? It's a new summoning mechanic. It's all new at the time of this episode, at least. Bárbaj! Get your game on. Akkor kezdem! Wicked! I can get wicked! Jó kezemben veszem, ilyen kérdem a visszaállni. Majd rotálva a kezemben veszem, Hando! Majd most megtapasztalja a Pendulumnak a erejét. Egyik Pendulum zónában aktiválom, oda a Pendulum dragon, a másik zónában pedig tangérzem Magician. Egyelőre nem mutatom meg, hogy működik a Pendulum szóval. Ezért, kérdezem a fájlapot, lehívom a Hantot, aki a kezembe kapom mindutó át a Transformation, akit le is szetelek, és átadom a kert. Köröm végén oda ezt leküldöm az eszegetkembe, és kapok ezt tangérzem Magician. Kíváncsi vagyok majd ekkora Pendulum szörnyekre. Jövök. Kiátszom a Cards of Consonance-ot. Vagyis a kezemből kidobom a Weinstone-t a temetőbe, és húzom két lapot a pakliból. Egy, aktiválom, mindig lehet a transformáció képességét, megmutítom, hangom, és lejjön, transformálni, Avian. Kéne meg Avian képességét, visszaadom a kezembe a fájlapot, és megállom Weinstone képességét. Szóval nem kerestek kósárkányt, és még egy lapot mindig tudsz megállni. Nem baj. Kiátszom a trading-t. Szóval kiátszom a trading-t. Dobok egy hósárkányt. Én ilyennel megállom trading, és visszajön a kezembe. Hiába megállod, a hósárkányt a koszt miatt is ki kell dobnom, csak nem húzok két hullapot. Jó van, most hogy tiszta a pályam. Kiátszom. Cutthroopert! Használom a képességét. Kivileg három lapot a paktetőről, és mivel kivileltem egy eclipse-fire-t, ezért kivonok egy hósárkányt a paktetőt. Cutthrooper! Támadj direktbe! Rendben. Vetelek két forrás csapdalapot, és jöhetsz. Tök. Whichever one of those is 2,000 cards back to your hand. Cutthrooper elpusztult, húzok egy lapot! Aktiválom Avian képességét, visszajön a pályalap a kezembe, és megállom Cutthrooper képességét. Mivel megállni akkor Cutthrooper képességét, aktiválom a Divine Rattle-t. Kidobok a kezemből egy Weinstone of Legendet, kapok egy hósárkányt, és mivel ez Spell Speed 3 gyorsabb, mint Avian, így elpusztul, ezt már nem tudod megállni. Nem mondja, de még korás is vége. Rendben, én jövök. Először is kivonom a temetőmből Eclipse Fire-t, illetve hívni a Fire-ra Collar Serpent-et. Mivel kimondtam Eclipse Fire-t, ezért visszakapom a kimondt kósárkányt a kezembe. Majd Pool of Hatred-del visszahozom a második kósárkányomat, és a kezembe lévő polimerizációval összeolvasztom mindhármat, és lehívom Blue Eyes Ultimate Dragon! Oh my! Blue Eyes Ultimate Dragon! Üzd le Odd-Eyes Dragon! He'll come back! Collar Serpent! Üzd direktbe! Jöhet! Először Pendulum idézem, hogy ezreget visszahozom a Mercedes-szemből, megidézem Hanzot, még ezekben lehetem kritizálni a Transformation-t, amit le is szetelek. Ezzel van le is, Collar Serpent-et! Double damage!
Nem baj, elpusztult, de ezért a kezembe kapok egy Wire Booster. Hiszen a köröm vége. Lehet jutni egy rovarban. Egy plusz, hogy ilyen miatt vissza fog jönni. Ideje, hogy befejezzük. Húzom. Aktiválom a indikátor transformation, feladom a hangot és a visszat. Nem használ a képességet, csak idézek. Kivonadnál többől Collar Serpentet, de én mondom Fire Booster. Majd feláldozom az Ultimate Dragonomat, és lehívom Ruel Shining Dragon. Ruel Shining Dragon minden temetőn lévő dragonért kap 303 pontot. 4008 nem elég az, hogy kiüsselek, úgyhogy Fire Booster, szállam meg Odin's Dragon. What are you doing? You're using double damage. Nem érhetsz meg semmit. Mi van? Öngyilkosan kívba kezdtél? Mivel elpusztult így már 5001-es. Üsd ki, Odin's Dragon! Smart moving, Thomas! Lehetetlen! Én nem lesz üdvözlő! Thank you for wasting our time! GG! Gyere, Odin! Nem baj! Fendőszerek, mert így is rászabadul csak a világra! Az I Pendulum Knight, so cool! It doesn't end! Erről a világra! Shouldn't technically the defeat of Obis brought these people back, considering they're the ones that killed him? Get off my lawn, says the dog. I can't do dog impressions. Bás, sikerült? Igen, legyőztem. Azt mondta, hogy még 5 pendulumba fog érkezni, őket le kell győznünk. Viszont megkaptam a pendulum lapjait. Várj csak! Az én pakliban is megjelentek pendulum lapok. How convenient. I want... Does this mean Impossible Studios technically foreshadowed the end of fucking Arc 5, the pendulum dimension? God damn it! Do you want to listen?